így jelzett gazdájának Tigi a rendőrség kábítószerkereső kutyája akkor is, amikor drogra bukkant. Rudnicai Rudolf és a holland juhász helyszínről helyszínre járva segítette a nyomozók munkáját. A lakásban a gyanúsítottak szobájában találtunk kábítószergyanús anyagot, konkrétan tárolódobozban, illetve íróasztal fiókokban volt elrejtve. A Fejér megyei nyomozók és kommandósok, valamint a győri készenléti rendőrség bevetési egységei egyszerre összesen 19 székesfehérvári, illetve városkörnyéki településen tartottak házkutatást. A házkutatások során nagyon sok olyan kábítószergyanús anyagot sikerült lefoglalnunk, amit a rendőrök szakértői vizsgálatra küldtek meg. Ezek között voltak gombák, porok, szárított növények. Az egyenruhások 11 drogfogyasztóval és 4 kábítószerterjesztővel szemben intézkedtek. A dílereket őrizetbe vette a rendőrség, a bíróság pedig előzetes letartóztatásba helyezte őket. A gyanúsítottak egyike az ügyben vallomást tett. Annyit elárulhatok, hogy tett vallomást, nem volt büntetve, de vallomás érdemében az ügyfelem kérésére nem kívánok nyilatkozni. A rendőrség szerint elképzelhető, hogy az ügyben bővülni fog a gyanúsítottak köre. A nyomozók ugyanis még vizsgálják, hogy a most elfogott fiatalokon kívül a terjesztők másokkal is kapcsolatban álltak-e.